Kell-e felirat minden YouTube videó alá? Ha igen, miért? És hogyan készíthetünk feliratot szinte teljesen automatikusan, akár magyarul is? Hogyan alakíthatunk át komplett podcastokat percek alatt írott szövegé, és hogyan kerül feljebb a videónk a keresési listákon csupán attól, hogy feliratozva van? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattok választ a mai rendhagyó videónkban. Köszönjük benneteket a Two Generations csatornáján. Hello! Ahol a legjobb könyveket és filmeket mutatjuk be az újabb és a régebbi generációknak. Nem győzzük eleget hangsúlyozni, mekkora segítség lenne, ha feliratkoznátok, és egy lájkkal vagy kommenttel reagálnátok a videóinkra, hiszen a YouTube többek között egy videóra adott reakció alapján dönti el, hogy ajánlja a videót olyanoknak, akik hasonló videókat néznek. És ezzel már bele is vágtunk a mai témánkba, amiben egy kicsit betekintést nyújtunk a feliratozásba, és abba, hogyan nő egy felirattól egy YouTube videó esélye arra, hogy megtalálja a számára ideális közönséget. Mi a leggyorsabb és mi a legolcsóbb módja a felirat készítésnek? Valószínűleg már sejtitek, hogy a leggyorsabb az nem a legolcsóbb, és a legolcsóbb az nem a leggyorsabb. De mire is kell a felirat? Kell-e egyáltalán? A Földön élő emberek 5%-a él valamilyen halláskárosodással. Ez sokaknak talán nem elég ok arra, hogy feliratozzák a videóikat. De ha belegondolunk, hányan néznek YouTube-ot vonaton, munkahelyen, iskolában vagy bármilyen más olyan helyen, ahol valamilyen okból nem lehet felhangosítani a telefont, akkor rájövünk, hogy nem csak halláskárosultak nézik a videóinkat felirattal. És akkor a két legfontosabb indok a feliratozásra még hátra van. Az egyik, hogy a YouTube képes egy feliratot a világ leggyakoribb nyelveire automatikusan lefordítani. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy a videóinknak van felirata egy bizonyos nyelven, aktiválódik a YouTube Auto Translate funkciója. És mindenki beállíthatja magának, milyen nyelven szeretné olvasni ezt a feliratot. Ezek a feliratok ugyan még közel sem tökéletesek, de teljesen érthetőek. A másik indok még ennél is fontosabb, ha azt szeretnénk, hogy a videónk minél több emberhez jusson el. A YouTube kereső algoritmusa ugyanis írott szöveg alapú. Ez azt jelenti, hogy elsősorban az írott részekből állapítja meg, miről is szól egy videó, címből, leírásból, tagekből és a feliratokból. Minél több információt adunk neki, annál pontosabban be tudja határolni, miről szól a videónk, és annál valószínűbb, hogy ajánlani fogja olyanoknak, akik hasonló videókat néznek. Azok a youtuberek, akiknek nem angol az anyanyelvük, előbb-utóbb szembesülnek vele, hogy mennyivel nagyobb közönséget érhetnének el, ha angolul készítenék a videóikat, vagy legalább angol feliratot tennének alájuk. De egyrészt nem mindenki tud angolul, másrészt maga a feliratozás majdnem ugyanakkora munka, mint a videó elkészítése. Milyen jó lenne, ha ezt valahogy meg lehetne oldani automatikusan is? Első és legolcsóbb megoldás az automatikus szövegbevitelre a Google, ami már diktálás után is tud írni, így egyszerűen feldiktáljuk a videó szövegét, majd egy feliratozó program segítségével kétsoros részekre bontjuk. Innen még a munka nagy része hátra van, feliratkészítéshez ugyanis minden mondatot időzíteni kell, hogy pont a kívánt időben jelenjen meg és tűnjön el. Ez tehát a legolcsóbb, de egyben legidőigényesebb lehetőség. A feliratozó program, amit erre a célra ajánlunk, a Subtitle Edit, ami teljesen ingyenes. A linket természetesen megtaláljátok az infoboxban. Több formátumot is támogat, és nagyon sok automatikus funkció is van benne, többek között helyesírás ellenőrzés és automata sortörés, valamint sok egyéb olyan dolog, ami megkönnyíti a feliratozó életét. Bárkinek, aki feliratokkal dolgozik, nagyon ajánljuk ezt a kis szoftvert, mert annak ellenére, hogy ingyenes, stabil, kis helyet foglal és könnyen használható. Van olyan a YouTube-nak egy saját beépített felirat szerkesztője is, de egyrészt ahhoz előbb fel kell tölteni a YouTube-ra a videót, másrészt közel sem olyan jó, mint a Subtitle Edit. Többek közt hiányzik az automata sortörés, a helyesírás ellenőrzés és Find and Replace funkció, ami olyankor nagyon hasznos, ha egy hosszú szövegben egy gyakran előforduló hibásan írt nevet kell mindenhol kicserélni. Aki nem szeretné maga beírni a feliratait, annak még jó néhány lehetőség áll rendelkezésére, de sajnos a legtöbbje kissé borsos áru. Ha tökéletesen beírt feliratokat szeretnénk, azokat bizony emberekkel kell beíratni, és az nem olcsó mulatság. Egy átlagos feliratozó szolgáltatás $1 és $15 között mozog percenként.
Kutatásaink során még két olyan szolgáltatót találtunk, amelyek magyar nyelvről is képesek automata feliratokat generálni, és elfogadható díjszabással is rendelkeznek. Ezek a HappyScribe és a Sonics. Ezeket hasonlítjuk össze, harmadiknak pedig melléjük állítjuk a YouTube beépített felirat szerkesztőjét, amely ugyan csupán 13 nyelvről képes automata feliratot generálni, és ezek között sajnos a magyar nem szerepel, képes viszont a másik kettővel ellentétben a feliratokat automatikusan lefordítani magyarról szinte bármilyen más nyelvre. Beszéljünk először is az árakról. A YouTube feliratozója természetesen ingyenes. A Sonics 10 dollártól indul óránként, nagyobb mennyiség esetén pedig lehetőség van egy prémium előfizetésre 22 dollárért havonta. Így a feliratok óránkénti ára feleződik. A HappyScribe 12 dollárral indít óránként. Ha 24 óránál nagyobb mennyiségű anyagot szeretnénk feliratozni, akkor 11 dollár. 50 óra fölött 9,6 dollár. 75 óra fölött pedig lehetőség van egy egyéni ajánlatot kérni. Itt tehát a YouTube feliratozója nyer, mivel az ingyenes. Megbízhatóság tekintetében a YouTube és a HappyScribe állja a sarat, míg a Sonics kezelőfelülete egy kissé bagos. Gyakran kell frissíteni az oldalt, hogy minden ismét működjön. Szerkesztés terén egyértelműen a HappyScribe a jobb, hiszen a Sonics kezelőfelületéből hiányoznak olyan alapfunkciók, mint a szövegrész kivágása vagy új feliratbox hozzáadása. A HappyScribe a vizuális felirat szerkesztőjével könnyen kezelhető, bár jól jönnének a dinamikus feliratboxok, mint a YouTube szerkesztőjében. Az automata felirat generálás pontosságát illetően is egyértelműen a HappyScribe az okosabb. Hiába van a Sonicson is lehetőség saját szótár készítésére, amelyben az ember megtaníthatja a programot a videóiban elhangzó egyedi kifejezésekre, nevekre, ha ez magyarul nem működik. A Sonics algoritmusa a nevekkel és az idegen nyelvű kifejezésekkel sem igazán tud mit kezdeni, amivel a HappyScribe meglepően jól boldogul. Ráadásul ennek a szolgáltatónak az algoritmusa nem csak szavakat fordít, de figyel arra is, hogy azok a szavak értelmes mondatokká álljanak össze. Ez a Sonicsról sajnos nem mondható el. Az ügyfélszolgálat tekintetében is a HappyScribe viszi a pálmát, ahol azonnal valós idejű chat support fogadja a látogatót. A Sonicsnál ez csak a prémium előfizetőknek jár. Mind a Sonics, mind a HappyScribe apró hátránya, hogy egyelőre nem kínálnak automatikus fordítást magyar nyelvről, és semmilyen más fizetőeszközt nem fogadnak el, csak hitelkártyát. Kérdésünkre azonban a HappyScribe-nál azt mondták, a jövőben szeretnének PayPal-os fizetéseket is bevezetni, és a magyar-angol automatikus fordító is a tervei között van. A mi egyértelmű befutónk a HappyScribe, amely megfizethető áron minőségi szolgáltatást kínál, és bár nem tökéletes, mégis nagyon nagy segítség azoknak, akik gyorsan szeretnének akár egy YouTube videót feliratozni, akár egy podcastot írott szöveggé átalakítani. Ha tehát egy YouTube videót szeretnénk feliratozni, a következő a munkamenet. Feltöltjük a videót a HappyScribe-ra, nagyon fontos, hogy jó minőségű legyen a hang, ha lehet minden háttérzaj vagy háttérzene nélkül. Miután az automata átírás megtörtént, szerkeszthetjük a feliratot a HappyScribe-on is, de a legjobb, ha letöltjük SRT formátumban és a Subtitle Editben végezzük el a szükséges javításokat. Mint említettük, az átírás nem tökéletes. Általában 65-75%-a használható a szövegnek javítás nélkül. Subtitle Editben egyszerűen mindent kijelölve elvégezhetjük az automata sortörést, majd végig kell mennünk a teljes szövegen és kijavítani vagy kiegészíteni a szöveget. Ha kész, még egyszer Ctrl-A-val kijelöljük a teljes szöveget és aktiváljuk a helyesírás ellenőrzőt, ami aztán sorban megmutatja nekünk a felfedezett hibákat, hogy kijavíthassuk őket. A felirat más nyelvre való lefordításához használhatjuk a YouTube automata fordítóját is, vagy egy ingyenes weboldalt, a subtitletranslator.com-ot, aminek az előnye, hogy aztán a lefordított feliratot szintén kijavíthatjuk offline, mielőtt feltöltenénk a YouTube-ra. Abban az esetben, ha valaki mégis a YouTube mellett maradna, automata feliratokat, fordításokat letölteni a YouTube-ról a downsub.com weboldal segítségével lehet, ahová egyszerűen bemásoljuk az aktuális videó URL-jét, és kiválasztjuk a letölteni kívánt feliratot. A feliratkészítés még így is időigényes, de ezekkel a tippekkel minimum 1/5-ére lehet csökkenteni a szükséges ráfordított időt, és hosszú távon mindenképp megéri.
Reméljük segítettünk tisztázni a felirat készítéssel kapcsolatos néhány tévhitet, és adtunk pár tippet azoknak, akik most akarnak belevágni. Ha hasznosnak találtad a videót, oszd meg másokkal is, iratkozz fel, nyomj egy lájkot és szólj hozzá. Az Instagram és Twitter címünk az infoboxban is megvan, ugyanúgy, ahogy a videóban említett szolgáltatások és programok listája is. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is itt a Tour Generation csatornáján egy újabb videóban. Vigyázzatok magatokra, és legyetek jó! Sziasztok! Sziasztok!